Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében legyen veletek. Mai napon skóciai Szent Margitra emlékezik az Anya Szent Egyház, az ő segítségét és támogatását kérjük életünkre, hazánkra. A misét fölajánlom a Péter család elhunyt tagjainak lelki üdvéért. Skóciai Szent Margit 1045-ben született a mai Mecseknádast határában lévő Várhegyen. Szülei Edvárd menekült angol herceg és Ágota Szent István király lánya voltak. Margit 12 éves volt, amikor apja hazatérhetett és magával vitte családját. Ott férjhez ment harmadik Malcolm skót királyhoz. Hatására férje levetkőzte vad természetét. Margit tevékenyen részt vett az egyház életében is. Jótékonyságát az egész nép tapasztalta. Az imádság és vezeklés volt mindennapi kenyere. Meghalt 1093. november 16-án. Testvéreim, a Szent Mise kezdetén tekintsünk magunkba, és valljuk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érette Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmezz, Krisztus kegyelmezz, Uram, irgalmazz.
könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, te skóciai Szent Margit szívébe igen nagy szeretetet adtál a szegények iránt. Közben járására add, hogy példája szerint éljünk, s bennünk a te jóságodat ismerjék fel az emberek. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecka jelenések könyvéből. Íme, Jézus Krisztus kinyilatkoztatást ad, amelyet Isten azért bízott rá, hogy megmutassa a szolgáinak mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Ezért elküldte angyalát, és így jelentette ki szolgájának, Jánosnak, aki tanúskodik róla, amit Isten mondott, és amiről Jézus Krisztus tanúságot tett, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és boldogok, akik hallgatják ennek a jövendőlésnek szavait, megtartva mindazt, ami fel van jegyezve benne, mert a beteljesülés ideje közel van. János üdvözletét küldi a 7 kis-ázsiai egyházközségnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, aki van, aki volt és aki eljövendő. Valamint a 7 ajándékú Szentlélektől, aki Isten trónja előtt áll, és Jézus Krisztustól. Látomásom volt, és hallottam, amint az Úr ezt mondta nekem. Az efezusi egyház előjárójának írd meg. Így szól az, aki jobbjában a 7 csillagot tartja, aki a 7 arany gyertatartó között jár. Ismerem tetteidet, fáradozásodat és álhatatosságodat. Tudom, hogy nem tűröd a gonoszokat. Próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok. És hazugnak találtad őket. Álhatatos is vagy, szenvedtél értem, és nem fáradtál bele. De van egy kifogásom ellened. Elhagytad első szeretetedet. Gondold meg, honnan süllyedtél ide. Tarts bűnbánatot, és tégy úgy, mint azelőtt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Jutalmul adom a győztesnek, hogy egyék az élet pályáról. Jutalmul adom a győztesnek, hogy egyék az élet pályáról. Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem lép a bűnösök útjára, a gúnyolódók körében nem foglal helyet, hanem az Úr törvényében leli örömét, az ő parancsairól elmélkedik éjjel s nappal. Jutalmul adom a győztesnek, hogy egyék az élet pályáról. Olyan az, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, mely idejében gyümölcsöt érlel, nem fonnyad el a levél ágain, siker koronázza minden tettét. Jutalmul adom a győztesnek, hogy egyék az élet pályáról. De nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem mint a pejva, melyet szétszór a szél. Mert az Úr őrzi az igazak útját, de pusztulás a gonoszok sorsa. Jutalmul adom a győztesnek, hogy egyék az élet pályáról. Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jeruzsálembe merett Jézus Jerikó városához közeledett, egy vakkold sült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé. Erre kiáltozni kezdett. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, csitították, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltotta: Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus ekkor megállt és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: mit akarsz, mit tegyek veled? A vak könyörgött: Uram, hogy lássak. Jézus így szólt hozzá: láss, hited meggyógyított téged. Azonnal visszanyerte látását, dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta Istent. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a történet nem Lukács sajátja, hanem közös forrásból merített, hiszen Máténál, Márknál is megjelenik ez a történet apróbb változásokkal, vagyis különbségekkel, úgy, mint például nem Jerikóba menet, hanem már Jerikóból kifelé, vagy éppen Jerikóban találkozik a vak koldussal az Úr Jézus Krisztus és a társasága, akik követik őt, vagy éppen, ahogy itt mondja, akik elől mentek, tehát nyilván nem Jézus ment legelől, hanem nyilván meghatározta az útirányt, hogy megyünk Jeruzsálem irányába, hiszen Jerikó az nagyjából 27 kilométerre fekszik Jeruzsálemtől, és ez az evangélium azzal telik el, hogy tulajdonképpen elindulnak Jézus és a tanítványok, és Jeruzsálembe igyekeznek, és majd, amikor odaérnek, akkor történik meg az, hogy őt elfogják, és kivégzik. Tehát úton Jeruzsálem felé, Jerikó városa előtt történik ez a csodatétel, amikor is ez a vak koldus észreveszi, hogy Jézus jön, illetve egy nagyobb társaság érdeklődik, és aztán megmondják neki, hogy a názáreti Jézus az, aki közeledik a tanítványaival. És egy érdekes dolog történik, ez a vak koldus talán fölugrik ültő helyéből, és szalad elé, a menet elé, és kiabálja, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Ez a Dávid fia tulajdonképpen egy messiási cím. Tehát az Ószövetségben így is nevezik a messiást, az eljövendő messiást, hogy Dávid fia. Ennek a történetét most nem mondom el, mert az hosszú lenne, hanem arról van szó, hogy Dávid fia, ugye mint a messiás, végül megkönyörül ezen a kolduson. Bebizonyítja, hogy valóban ő az, akiről beszél ez a koldus, akibe próbál, mint utolsó szalmaszába belekapaszkodni, csodát tesz vele. Ami érdekes még ebben a történetben, hogy úgymond a nép felső rétege inkább politikai megváltót látott a messiásban, az egyszerűbb emberek nem csak politikai megváltót, vagy mondjuk inkább úgy politikai szabadítót, hanem az élet más bajaiból is képes megszabadítani az általuk úgymond elképzelt messiás, az embert és az egész társadalmat. Tehát egy valódi szabadítót képzelt el, nem csak
egy politikait, hanem egy valódi szabadítót, aki bármilyen bajból, problémából képes kirántani az embert, megszabadítani az embert. És ez bizonyosodik be ebben a csodában, hogy valóban a messiás nem csak egy idegen nép uralma alól szabadítja meg a zsidókat, hanem minden más emberi problémából, bajból is képes kiszabadítani. Az is érdekes, bár nyilván az állapotát tekintve nem is annyira, hogy mit kér. Jézus föltesz, mit akarsz, mit tegyek veled? Bizonyára tudta, hiszen ha nem tudta volna, hogy mit akar ez a vak ember, akkor nem lehetne őt másik isteni személyként azonosítani. Bizonyára tudta, hogy mit akar ez a szerencsétlen vak koldus, hogy a szeme világa visszatérjen, vagy egyáltalán, hogyha volt neki valaha. Tehát, hogy láthasson. És ezt kéri, hogy lássak. És akkor azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy hát lássál akkor. Mert hited meggyógyított. És aztán ez az ember örömében és hálából követi Jézust. Tehát nem szaladgál el mellőle, nem megy vissza esetleg a szülőfalujába, vagy Jerikóba, ha az volt a szülővárosa, nem tudom, mert nem szól erről a fáma. Tehát, hogy lásson, és aztán hálából követi őt, dicsőíti az Isten, és a nép is, aki körülveszi őket, ők is elkezdik dicsőíteni az Isten. Ez Lukácsnál egyébként egy visszatérő dolog, hogyha csodát tesz Jézus, akkor általában azzal zárul, nem minden esetben, de legtöbb esetben, hogy dicsőítik az Istent a tanítványok is, de legfőképp az, akivel a csoda történt. Nem szabad elmenni szó nélkül az mellett, hogy visszaadja a szeme világát, és látni kezd ez a szerencsétlen vakkoldus. Azért nem szabad elmennünk szó nélkül ez mellett, mert hogyha kinyitjuk a katolikus egyház katekizmusát, akkor a hit definíciójánál megtaláljuk azt, hogy mit is ad az embernek a hit. Azt írja az utolsó mondatában a katekizmus, a hit definíciójában, hogy világosságot ad az élete végső értelmét kereső embernek. Tehát tulajdonképpen itt Jézus hozzáteszi, hogy hited meggyógyított. Most már látsz. A mi életünkre vonatkoztatva ezt a történetet, tulajdonképpen a hitünk világosságot ad számunkra. Mert sokszor lelki vakságban szenvedünk, még akkor is, hogyha eljárunk misére, még akkor is, hogyha az Istennel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Akkor is előfordulhat, hogy elvakulunk, megvakulunk, és lelki vakságban kezdünk el szenvedni. Már hogyha észrevesszük, hogy valóban lelki vakságban vagyunk. És ilyenkor jöhet az, hogy feladjuk azt, amit elképzelünk, és Istenre hagyatkozunk. És tulajdonképpen ekkor a hitünk letisztul, és megkapjuk a világos látás képességét. És akkor mi is fölkiálthatunk ezzel a vakkal együtt, hogy jaj, de jó, látok most már. Látok, és tudom, hogy mit kell tennem, hogy hogyan kell követnem, dicsőítenem, és követnem az Istent. Pontosabban a második isteni személyt, Jézus Krisztust, aki az Atyához vezet el bennünket. Kérjük a mindenható Istent a mai szent misében, hogy ezt a látást adja meg nekünk is, hogy tisztán látjuk hitünkön keresztül. Amen. Forduljunk bizalommal, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, és kérjük segítségét a szentasszonyok lelki nagyságának követésére. Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen. Kérjük,
add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színesbőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között. Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze, és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát. Adj kegyelmet a híves társaknak, a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekeik gondos keresztény nevelésére. Jutalmazd az édesanyák lankalatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával. Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjesasszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvérém, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Fogadd el néped adományait, Istenünk, és add meg nekünk, hogy míg fiad végtelen szeretetének áldozatát megjelenítjük, szentjeit példája nyomán megerősödjünk az ő szeretetében és a felebaráti szeretetben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, szentséges Atyánk, néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen. Ezért töltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása.
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, skóciai Szent Margittal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenvétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békejelével. És vérének egyesítése, ráig a szent áldozásban lelkünk üdvösségére. Uram Jézus Krisztus, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk, Isten báránya. Irgalmaz nekünk, Isten báránya.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogyha elékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és mondjuk, hogy az énnek. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Könyörögjünk. Istenünk add, hogy a szent áldozatban megújulva kövessük skóciai Szent Margit példáját, aki téged fáradhatatlan buzgósággal tisztelt, és a népednek kifogyhatatlan szeretettel viselte gondját Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a templomunk miserendje megváltozott, ugye a járványhoz, járványügyi intézkedésekhez igazodik.
November 11-től, vagyis a múlt hét elejétől kezdve reggel 8.30-kor és délután 17 órakor van szentmise itt a templomunkban, hétköznap, vagyis azt jelenti, hogy hétfőtől szombatig. Vasárnap a miserend úgy módosult, hogy délelőtt reggel 8:30-kor és 11 órakor a szokásos időszakban van szentmise, illetve délután 17 órakor. A 20 órai szentmise az át lett helyezve, de ez csak vasárnapra vonatkozik, 18 óra 30 percre, tehát este 7:30-kor van még itt egy csendes szentmise a templomunkban, azért, hogy 8 óra előtt még mindenki hazaérjen, tehát nagyjából 7 órára, 7 óra 5 percre vége van annak a szentmisének, és akkor még gyalog is bárki hazaérhet, aki akar. A további rendelkezéseket nem tudjuk még, tehát ha lesz más rendelkezés, akkor nyilván ahhoz kell majd igazítanunk, akár a templom miserendjét, akár a nyitvatartását. Továbbá azt is hirdetem, hogy a templom nyitvatartása az nem változott, tehát reggel 8 órától az utolsó miséig nyitva van a templom, tehát nagyjából hétköznap 6 óráig, tehát 6 óra körül zárjuk be a templomot, addig lehet jönni, lehet imádkozni, illetve vasárnap pedig este 7 óra után zárjuk be a templomot. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével! Amen.